Na, hát, hol máshol lennénk? Mert az van, megint arról csinálunk videót, hogy hogy zabálunk. De tényleg, az jön le az embernek, hogy mi zabálunk egész. De miért? Amikor... Ami mondjuk igaz. De Pista, tehát, hogy csinálunk videót arról, amikor anyagot csinálunk, és amikor nem anyagot csinálunk, akkor arról forgatunk, amikor eszünk. Pocol azt mondta, hogy menjünk be. Figyeljétek a tejbe tökügyromat. Tibinek itt a baba. Ja, feküdtetek így. Akkor is jó, ha szarak vele. Ú, de jól nézel ki, hello. De cuki ez a hely. Jó, jó. Hi. Ez az esetben. 4-4. Segítsük. Azt láttam, mert csak átmentem rajta. Dukkó azért. Használom a TV. Jól néz ki, mindegyik. Atya úristen, ezért dagadtak az amerikaiak. Hány hús van ebben? Egy most, egyet haza. Jól áll a sisak. Köszönöm szépen, neked is. Köszönöm. Így néz ki belőle. Milyen, Tibi? A pankó morzsás torpedórák? Világ legjobb barbecue szósza van rajta. De nem, alig várom, hogy megkóstoljam. Csak én meg kell mutatni egy kormettet. Ahova beállt, most megragad. Goodbye! Thank you! Have a nice day! Hívjuk fel a Sunny San Diego-ba, két Sunny haverunkat, hogy hol a k***nyakban vannak. Hol a Cánfrankos, Rendkes, Teme b***a, Csatrankos b***ába vannak. Yes! This is it! Hol a s***ba vannak? Milyen szép befejezése lett ennek a kis kedves videónak, tudod? Mikor így magyarul, így Jézusen beleszólsz, hogy hol a Rendkes büdös s***ába voltatok? A repet sarkú. Hát így. Tudnám még csavarni itt, de... Tudnám még csavarni, tesó. 4-5 perc még van benne. Nincs közt a két és formaszom. Ez szimátlan videó lett, b***. Úristen. Hát erősen 18 pluszos. A munkaszünetében kaptuk el a stábot. Az arcok feszültségről árulkodnak. Egy kis sokan vannak. Ízelt lábú támadás van? Előttétek a csábót is, nem tiszteltek. Bejött a tűzvonalba, neki vége van. García pedig vezet. Rózsaszín bugival. Most két kilőtt valaki. Monster truck. Volkswagen. Fogára. Pityu kipróbálja, milyen egy hurikán. Mert ez egy olyan gép. Annyival megy a szél. Látszik a pólóján. 26 kiló mérföld. Nézd. Villámlik! Villámlott! Ott a kapaszkodó. 50 mérföld. De milyen? Nézd! Villámlik. Ez itt mind játék. Főnök El Hefegrande, Esso Benzolt játszik. 66 mérföld, 65, 64.
ennyi volt, ennyi. Élhető volt? Hát semmi. Semmi? Hajszárító. Hajszárító? Akkor nézzünk körül. Dobálós játék. Nézzük meg, mit csinálják körül. Lőnek, mint az ökör. Lőnek? Lőnek. Alapul. Ellepe grande, esso benzo. Na, megvan. Megvan? Jumping jackpot. Ugrálni kell? Na hát, a fantasztó. Nyilván. Után biztos. De beteg, minden nagyon beteg. Ez a csávot a tárca? Oda néz. Neki lehet nem az első alkalma. Az Azerbajdzsán. Nézd a! Mik a futtatás? Recseg alattam ez a szar. Ez igen. Azt én. Az én vagyok. Checkpoint. Fárasztó? Hogy? Fárasztó? Ha itt vagyunk, akkor biztos, hogy nem hagyjuk ki a Petersen Automotive Museumot itt Los Angelesben, mert egyrészt mindig változatos, mindig más, fantasztikus dolgokat állítanak itt ki. Nincs ez másképp idén sem, ugyanis ebben a teremben, ami a Bruce Meyers Family Gallery nevet kapta, nem másnak az autóit rakták ki, mint James Hetfieldét, ugye a Metallica frontembere, gitáros, a zeneszerzője, énekese, stb. Stb. Ugye csak úgy, mint Michael Jordan, vagy Billy Gibbons, vagy mondjuk Frank Sinatra, szintén ugyanazok közé a hollywoodi, vagy nagy művészeti sztárok közé tartozik, zeneipari sztárok közé tartozik, akik imádják az autókat. Azt hiszem, most szeptemberben jött ki a legutóbbi rehabjáró, igaz? És utána csinálták meg itt ezt a kiállítást. Azt kell tudni az autóiról, hogy mindig vagy barn find, vagy rozsdás, vagy roncstelepi kocsikat ment meg, és épít újjá, vagy épített újjá, mint például ezt az 1948-as fekete gyöngyre keresztelt ilyen Jaguar utánérzést. Tulajdonképpen sok minden nem maradt az eredeti Jaguarból, csak egy ilyen nagyjáboli külső váz, de megpróbálta ezt a nagyon korabeli
Art Deco-s vonalát továbbvinni. Elképesztően jó ízlésű kocsijai vannak. Van egy rakás alkatrész, amit maga rajzolt meg és maga tervezett meg, majd ezekre is kitérünk. Itt is van, tessék. 1948-as Jaguar sassi. Látod, ennyi. Így építették fel az egészet. Az Ultimate Cool Shape. Igen, a 30-as évek francia Art Deco iskoláját próbálta meg újra értelmezni. Ő maga rajzolta, közben szopogatom álma. Kis vírustablettát, azért ezek ilyen hülyen néha. És itt látszik, hogy kiépítette végül az autót. Rick Dorr. És Ron Mangus csinálta. És elmondhatod, hogy igazából a fejünk fölött van a bárd, hogy bezárják a múzeumot. Ja, tényleg, hát azért kell egy kicsit rohannunk, mert alig pár perce hirdették ki a szükségállapotot itt az Egyesült Államokban, és bármely pillanatban bezárhatják ezt a múzeumot is, mondták is nekünk, hogy egy kicsit sietünk, és megpróbálunk majd ide a hónaljunkba köhögni, vagy bármit csinálni a szánkkal. Igazából majd finggal átszázzuk a köhögést, ahogy ezt tudjuk. De nézd meg, mennyire gyönyörű. Ugye ebben a hot rod kultúrában, vagy ebben az autóépítős kultúrában az Egyesült Államok úgy, hogy van egy pár nagyon ismert külső karosszériaépítő, és ez mennyire furcsa, hogy a karosszéria építés, mint coach building, ami ugye egy valahol azért Európában született dolog, vagy ahhoz kapcsolódó dolog, az itt az Egyesült Államokban éli a reneszánszát. Mert hogy itt lehet még egyedi karosszériát építeni, ugyanúgy, ahogy a Chief Hughes csinálja, vagy bármely más autóépítő, és ez itt éli a reneszánszát, a nagy vízen túl, ott nálunk Európában, amikor már tényleg egy GIA is csak egy felszereltségi szint, vagy egy milyen hát zavar. Egy Bertonét is, vagy egy valamit csak igazából kiállításokon látunk. Igen, de például hogy hívják a Fordnak, amit akartak ők csinálni? A Vignalét. Ja, Vignale. Az is egy gyönyörű karosszériaépítő cég volt, aztán egy felszereltségi szint lett. Itt viszont tovább él, és ugye ahogy vannak külön karosszériaépítők, úgy vannak külön beltérkészítők, ezért írják ki mindenhol külön-külön. Mert nagyon büszkék rá, és ha megnézzük, elképesztően gyönyörű vonalai vannak az autónak. Tényleg nagyon szép a több rétegű, mély fekete fényezés, azt hiszem 13 rétegnyi fekete van rajta az arannyal, ami szándékosan nem polírozott, hanem kicsit olyan, mint a szálcsiszolt alumínium lenne. Jaj, de nagyon fájdalmasan szép az egész kocsi. És igazából mindegyik. Ott van az Auburn, amit ő Slow Burn-nek keresztelt, ott gyere nézzétek meg, hát azon is beszarsz. Nézd meg ezt is. Szóval ki se nézni az ember James Hetfieldből, hogy ő ezekért rájong. Azt hinné az ember, hogy olyan kemény, nagy, kilógó motoros, hot rodos arc, és közben nem. Ugyanazt a vonalat viszi tovább, és ugyanaz az ember is építette, mint a fekete gyöngyöt. Látod, és ez volt az inspiráció, és egy ehhez hasonló autót, minden idők legszebb autója, amit Rez Pahlavi Shahnak építette, a Figoniet Falaszki cég, vagy a Delahaye egyik leghíresebb karosszériaépítő, és az inspirálta, mert ugye azt megvenni még ő se tudja, és az inspirálta ehhez az autóhoz, és gyönyörűen lehozta. Kicsit modern újraértelmezése, nincs rajta annyi krombiz, de ami van, az nagyon-nagyon a helyén van. Nézd meg a takarkerékjárat ívek alján ezt a hullámvonalat. Amikor az autó megy, olyan, mintha egy motorcsónak siklana az úton. Az ott beömlő, vagy kiömlő, vagy az csak egy krombiz? Hát az régi autóknál nyilván egy kipufogót takarta, vagy a kipufogók mentek ott ki, de gondolom erre akart hajazni. Nem tudom, hogy igazi éved, nem. Ezekben már mind bázi modern motor van. Itt van az az autó, amivel azzal is nyertem, a Black Pearl is sok díjat nyert, de ezzel az Auburn Speedsterrel, ami ő Slow Burn névre kereszteltek át, ezzel azt hiszem 2012-ben is valami irgalmatlan komoly építő showknak a díját hozta el. Ugye azt kell róla tudni, hogy 12 hengeres motorja az megmaradt, és hát nézzétek meg, elképesztően szép. Stumble around trying.
az, hogy eltüntette a fellépőket, külön hangsúlyos kerékjáratot, vagy sárvédőket kapott. Gyönyörű. Itt van. A Boat-tail Speedster, modern replika. Nem, ebben van, ebben a V8-ban. Melyikben van a V12? Várja, hülye vagy. Ott! Azt! No, majd azt is, várja. Ebben V8-as motor van. Üvegszálas karosszéria. Úgy látszik, ugyanezzel az emberrel dolgozott, ezt is a Rigdor Customs építette. Egyiptomi bőr, akármit jelentsen is az, teve. Mi az, hogy egyiptomi bőr? Egyiptomiakból készült. Ó, gyönyörű. És ez egy teljesen modern autó, de itt van, látod, mindegyiknek megvan a maga inspirációja. Ez az eredeti Auburn. Elképesztően szép. És közben halljuk a hangszórókból, ahogy Hetfield beszél az autóiról. És én már sajnos látom Gypsy Rose-t is, a Garcia még nem szúrt. De nézd, már aki vége van. Menjél át nyugodtan! Menjél át nyugodtan! Menjél, úgysem bírsz magaddal. Ismerjük már. Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. A műsort és a megfázás elleni harcot támogatja a Medisztusz antivírus Light Pastilla. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. A műsor támogatója a Perizsia Consulting Kft. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Ja, és ugye az a mondás, hogy ő az állítja ki ezeket az autókat, hogy ezeket használja. Csak szeretné, hogyha minél többen látnák. Hát, hatalmas kedvencünk, Tibi, én úgy gondolom. Suicide Door. A Suicide Door-os Lincoln Continental. Rácsos lámpák, maszk. A Halott Kennedy, ugye az a neve az autónak. Itt is van, Dead Kennedy 1963-as. Ez volt az első saját autója, amikor is megtalálta ezt a 63-as Lincoln-t eladásra, a San Francisco-ba ledobva egy út mellé. Először így nézett ki, ilyen zöld lángokkal. Utána lett átépítve, és hát a Green Hornet című film, tudod, amiben Bruce Lee volt a sofőr, tehát a főszereplő, az inspirálta ezt az egész autót, és hát azért egy kis vaskereszt azért kellett Hetfieldnek is. Fú, azért ez eléggé. A szőnyegen még látszik az eredeti zöld lángos festés. Nagyon hiányzott bele. Hát ő ezt így szereti. Legszebb autó most jön, aminek talán a legszebb sztoria is van. Mi van? Az egy F100-as pickup. Azt is ő csinálta, de nem az a lényeg, ez. Hát igen, azért. A Voodoo Pup. A Voodoo Pup, ennek az autónak az a sztoria, ez egy 12 hengeres Lincoln Zephyr, és képzeld el, ezt úgy vásárolta meg, hogy amikor véget ért a vietnami háború, és 1972-ben egy onnan hazajött katona, beparkolt a Lincolnjával az édesanyja kocsi bajtójára, majd a csávó örökre eltűnt. Senki nem tudja, hogy hova lett, és több mint 20 évig állt a kocsi beállón az autó, nem nyúlt hozzá az anyja, és tőle vásárolta meg Hetfield a kocsit. Motorjával annyit csináltak, hogy felújították, ugyanez a 12 hengeres gyári motor van benne, csak 3 dupla torkú karbit kapott, meg még egy feltöltőt, nagyon fontos, egy C4-es korvettekben használt automata váltót rakták mögé, és hát átépítették az egészet. És hát mondanom se kell, hogy ezzel is szénnél nyerte magát összes Hot Rod Custom Show-n.
mennyire jellemző volt még a korabeli autókra a középre helyezett óracsoport. Ugye, hogy meglehessen a két kesztyűtartó úgy, hogy a sofőr kesztyűtartóját semmire nem tudhat használni, nem tud kinyitni, mert ott van a váltó, meg a kormány, gyere nézd meg. Hogy azért abban matatni menet közben, köszi. És mindegyik autóra nagyon jellemző ez a csónakfenék, ez a boat tail, a gyönyörű szép, cseppformájú. Nézd meg, hogy ezek az apróságok, nem tudom, visszaadja a kamera, hogy ez az él a sárvédőbe, ez pontosan középen jön át a cseppformájú lámpán, látod? Mm-hmm. Hogy ezek adják az igazi finomságát a kocsinak. Dupla kipu fogója van, nagyon szép. Legyen itt egy klasszikus hot rod is, mert hogyha már Amerikában vagyunk és építünk, akkor nem hagyhatjuk ki, hogy ne legyen egy roadstere, egy klasszikus hot rodja senkinek. Nyilván ez egy 1932-es, a legklasszikusabb Ford roadster, a saját motorjával, mindennel. Blackjack névre hallgat. És nagyon-nagyon tudom értékelni, hogy nem fekete, nem virikító színű, hanem sötét barna és a belseje is barna. Hogy ez annyira atipikus. Ja, amúgy ennek teszem hozzá a felnieit is. Hetfield rajzolta meg annak az autóra. Áj, de gyönyörű! Olyan, mint egy felhúzós, nem is tudom, zsebóra. Nagyon szép. Flathead Ford. Mindene. A korabeli gumik, lámpák, gyönyörű az egész. Hát és itt egy merőben ér, mi van? Hát ez, figyelj, sose gondolnád, hogy a felhőkarcoló, skyscraper. És ugye visszaköszön megint, hogy a sky, az ilyen színű egy kicsit, ugye Prince-nek is hogy hívták, cloud gitár volt, a kék gitár, meg a hullámos gitár, hogy ez Hetfield színvilága, ez a candy lila. És nagyon fontos, hogy hozzá a gitár, hozzá a kis erősítő. Akkor lehet zúzni. Csak ezt lefotózom, meg ez annyira szép. És egy külön sztori van a gitáról, meg külön sztori van a... Jó, anyám. Garcia, beülnél? Ez micsoda kérdés, azonnal. Ugyanez az ember fényezte a gitárt, mint aki az 1953-as Buickot. Jaj, de legyen, fájdalmasan gyönyörű. Pedig sosem mondanád rá erre a színre, de így, ahogy játszik rajta a fény, elképesztően menő. Ugyanaz a Rick Door építette neki, mint az összes, szinte az összes autóját. És figyeld meg ezeket a berakásokat. Itt, meg a gitáron biztos vagyok benne, hogy vissza fog köszönni valahol az autón. Az a gyöngyszerű. Ó, anyám! Nézd be! Azt! Döbbenet! Hogy el van rejtve az ablak mozgatóban? Meg nézd meg az illesztéseket, az anyagokat, nagyon-nagyon szépen van megmunkálva, nincs elnagyolva, nem lát snitszerrel elvágott dolgokat. Azért ez nagyon ott van. Igen. Nézd! Ott. Ott gitározgat. Ez van neki otthon. Játssza Nothing Else Matters. Vagy valami. Inspiráló környezet. Fiá, annyi lóvaim, mert nekem is lenne egy ilyen garázsom. De annak nagyon örülök, hogy ilyen jó ízlése van az embernek, tényleg.
Tibi. De akkor már nekem inkább a üzé. A Lincoln? Na. Elképesztő. Nincsenek szavak. A 30-es évek maffia filmjei ihlették ezt az autót. Ez a Dick Tracy is. Crimson Ghost-nak hívják. Gyere, nézd meg a váltókart. Az annyira egy fricska, hogy azt hiddet, hogy ott egy csodgolyó lesz, vagy valami. Nem. Ez egy koponya. Gyönyörű. Ez is valamikor egy Ford Coupé volt. 1937-es. Nem tudom, ki ez a Rigdor, aki építi az autóit. Én hibám, ha nem hallottam róla, de biztos, hogy most már elmennék. Elmennék hozzá. Legközelebb felhívjuk. A legközelebb hívjuk föl, mert ilyeneket tud csinálni. Nézd meg azt a fényezést. Úristen! Nem adja vissza a kép. Az Iron Fist, ez is egy nagyon ismert autója, erről már olvastam sokat. Ugye az Iron Fist az egy nagyon híres, hanem az egyik leghíresebb Motorhead szám, ezt azért tudni kell. És ők játszottak is sokat együtt, rendszeresen meghívta Lemmyt szerepelni. Nem tudom, mennyire van köze ennek az autónak ehhez. Látszanak a kalapács nyomok, ahogy kalapálgatták a kasznit. Rajta mindenütt. És rajta hagyták. Nézd meg ezt a garázs neki otthon, baszki. Erről beszél. Azért látszik rajta a cefre. Így most már sok idő után, hogy azért kicsit fejest ugrott a cefő, ettől függetlenül egy zseni, imádjuk. Bár a régi Metallicát jobban szeretem, mint a mostanit. De nézd, és ott gurul vele. Ezért is jó gazdagnak lenni. Mert azt, hogy a pénz ugat, ahogy az Garcia mondta, mert azt, hogy a pénz nem boldogít, azt azok mondják leginkább, akiknek sose volt. Kérdezzük meg tőle. Retrod. Egy retrod után érzet. És még van is rajta itt ott egy kis rozsda. Hogy az eredetileg is ezt ő retrodként használta, és utána építették át. Ez egy tető nélküli, nagy váltókaros, sidepipe-os retrod volt. Fú! Ízléses. Nagyon szépen meg van csinálva. Tibi közben sutyában bekapott egy szopogatóst. Hát, mert nem hallottad, hogy dobott ki valami ízét? Köhögött. Szörnyetek. Most már tényleg elértünk oda, hogy aki köhög, azt már figyeled. Én nem tudom, mit lehetne még mondani. Hát, itt ezt azért órákig el lehet nézni ezeket az autókat. Csak ebben a teremben. Csak sem ez. Mit? Aki kapott. Ez neked miért nem tetszik? Hát nem vagyok ilyen pikapos csávó, sokkal inkább vinném el ezt, vagy azt, hogy bár meg a Buickot, a gitárral, meg az erősítővel. Szép egyébként. Na hát persze, gyönyörű. Tudod, néha az, hogy ízi, dupla kabinos. Nekem azt tetszik benne. Nem, igényesen, nagyon igényesen meg vannak építve. Szóval, ami látszik, legalábbis abból, hogy a hidraulika csöveket így ilyen közösítőbe hozzák el, ugyanott vannak átvezetve. Hát az a dupla kabin, oda inkább befektetnék egy kis japán iskolás lent keresztbe, körülbelül arra elég. Hát jó. De megvan adva a lehetőség. Szatyornak van hely. Szatyornak van hely. Elképesztően szép munka.
Elképesztően szép munka. Csak is a fényezése. Figyelj, egyszer beüt a vírus véget ér a Speedzo YouTube channel, én biztosan megtanulok fényezni. Az se túl egészséges, hogy... Sose késő elkezdeni. Hát nem. Legfeljebb leteszem a cigit. Gyönyörű. Nem tudsz mit mondani, hát baszki, annyira egyedi az összes. Nézd meg ezeket a hátsó lámpákat, hogy a Jet korszak lámpáit, a turbina, vagy a hajtómű fúvó csöveit imitáló lámpákat ráfaragják egy pick-upra. Ezt nagyon fejbe össze kellett rakni, mert ilyen autó szerintem nem volt. Ez... Ezek a finom pipe-ok itt. De kell rá. Há, kell rá. Attól függetlenül, hogy működik-e vagy nem, el tudom képzelni, hogy nem kamu. És hát látszik, hogy ez hasal, szóval ezzel ott van valami. Vagy egy airride, vagy egy hidraulika. Coolsville. Bele van írva az óracsoportba is. És nézd meg a hangszórókat, milyen finoman tette, hogy csak ki van lyukaszgatva a panel. Uh-huh. Szóval nem az van, hogy ott van a nagy rács meg a izé, csak perforálva van a bőr. Csoda. Hát James, sok boldogságot neked, reméljük, hogy még sok ilyet építesz, meg sok zenét csinálsz már nekünk. Megpingelünk majd e-mailbe, Bence ír egyet, lehet, hogy elnézzünk hozzád, már a garázsodba. Ugye? Szerintem csináljuk már meg, nem? Simán. Na, akkor Hetfield, ő összeköt minket az építőcsávóval, az már két adás. Ugye már szerintem jó arc. Viszünk neki valami jó kis házit, úgyis most jött ki a rehabról. Na. Ezzel az ígérettel köszönünk el tőletek, ez volt itt a James Hetfield Collection, a Petersen Múzeumban látogatható, majd ha elmúlik a paravány, akkor lehet jönni megnézni. Nézzük meg a filmet, nézd, ott lógatja ki a kezét belőle. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.